Korhű ruhák, fülbe mászó dallamok, lendületes koreográfiák. Ez mind a Mese Autó című zenés komédiában látható. A darabot dupla előadás keretében mutatták be nagy sikerrel a szabadtéri színpadon, azonban a kőszínházas előadás más felkészülést igényelt a színészektől. Mi erre készültünk nyilván először még nyár előtt, és utána felújítottuk a szabadtérire. Hát pont most voltam beénekelni, és nagyon fura volt, mert egész egyszerűen olyan volt, mintha egy ilyen garázs méretű helyen lettünk volna, ugye, mert az emlékezetemben még a szabadtéri színpad volt, úgyhogy újra meg kell szokni, hogy egy sokkal kisebb téren játszunk. Viszont annyiban meg jobb, hogy talán az energiák egy kicsit jobban bennmaradnak, és nem akkora helyről beszélünk is, hanem is sokkal, de azért valamivel intimebb lesz az egész. A darabban a gyermek Pistike, Sári és Kovács Vera osztott szerep. A főszereplő lányt a Móricz Zsigmond Színház egyik fiatal tagja is alakítja. Kónya Merlin Renáta idén végzett a Kaposvári Egyetemen, és ez az első bemutatója a diplomavédés óta, ezért nagyon készült a feladatra. Kaptam egy jó karakter jellemzést Vajktól, és azokat az utasításokat próbáltam, és próbálom követni, hogy abban az időben hogy ültek, milyen tartásokat vettek föl, mi volt akkor annak a kornak a jellegzetességei, úgyhogy ezzel kísérleteztünk, amit majd láthatnak a nézők szombaton. A színésznő szerint a cipő, a ruha és a haj segített számára a legtöbbet abban, hogy ezeket a finom vonalakat megérezze és hitelesen színpadra állítsa.